Új. Jó Biztos reggel! talán vagy Balázs, Halló, biztos halló, talán. Jó szevasztok, reggel, sziasztok, üdvözlet, szevasztok! szárusztok, jó Hol a reggelt! keddet? Igen. Igen. Kedd van. Határozottan keddet. Időzavarban című filmünket látják. Amúgy át tudnám játszani ezt a szerepet teljesen, amúgy. Valószínűleg egy ilyen metroállomáson állnék, mint John Travolta, és így nézzük, hogy hány óra van. Nagyon durva. Egyszerűen kész. Szevasztok, remélem mindenki jól van. Mindent itt az asztalon, de nem látszik. Úgyhogy tök jó. Mindenki nyugodjon meg, nagyon meleg lesz ma is. Igen. Meg holnap is. Tegnap este 7:30-kor még kint voltunk a Jácsin, az a erdőn. Hát egy jóságos, hogy jóisten. Tehát kész. Tehát nem értem. Tehát amikor azt látod, hogy már majdnem pucérek voltak a gyerekek. Hát körülbelül. Akik ott szaladgáltak. Igen. Nem értettem meg azokat a szülőket. Persze megértem, nyilván a gyerekekkel foglalkozni kell, meg ki kell őket fárasztani, meg minden. De amikor ott ülsz egy golyóba, egy asztalnál, hat szülő, mozdulatlanul, a 35 fokba, látod az arcukon, hogy nem most jöttek. És tudod, a gyereknek annyit nem tudnak mondani már, hogy ne szaladgáljál annyira gyorsan. Mert már nem mozognak. De direkt nem mozognak, mert akkor leizzadnának. Emulgáltak szóval gyakorlatilag. Tehát olyan, mint tudod, a smokerben a zsír. Spórolnak a vízzel. Igen, úgy néztek ki, mint 12 óra után, basszus, a smokerben a zsír a húsban, tudod? Tehát így emulgált, tehát gyakorlatilag már egy ilyen fényes víznek tűnik csak. Amit így a húsi tart össze. Uh-huh. De már zsírnak nem neveznéd. És akkor az így össze van keveredve az izzadsága, meg egyéb dolgokkal, és már igazából nem tudod megmondani, hogy mi micsoda. Csak azt látod, hogy nem szabad hozzányúlni, mert így tud szétomlik, mint a pult pork. Értem. Nem tudtam, hogy ezek ilyen grilles hasonlatok lesznek így ma reggel, de tetszik. Nagyon tetszik. Igen. Építőiparban dolgozókat és egyéb dolgozókat, akik a napon dolgoznak, nagyon-nagyon sajnálom. Pokoli lehet. Pokoli kemény. Lehet. Egyébként, és akik klímás traktorban dolgoznak, nagy szerencséjük van. Hát igen, de amúgy még úgy is pokoli. Klímás traktorban? Uh-huh. Én nem lennék a helyükbe. Mert amúgy meg kurva meleg van, és ott rohadt szar vezetni ilyen napsütésben. Meg néha ki kell abból a klímás traktorból szállni. Nyilván. Igen. Akkor meg tudod, gyorsan megcsinálod, és kb. Szaladsz vissza. Tudom, srácok, azért mondtam, hogy mindenki, aki melegben dolgozik, azt nagyon-nagyon sajnálom, igen. A futárokat, azokat, fú, na, igen. Azok igen. Igyatok vizet. Igen. Sok vizet kell. Nagyon sok vizet, mert fú, ez kegyetlen lehet. Ja. Ne is mondjátok, mondom, vannak olyan szerencsés emberek, én a múltkor láttam olyat, a múltkor Balázsral láttunk olyat, hogy a fűnyíró traktor körbe volt üvegezve. Uh-huh. Klima Orban. Igen, ott álltunk és néztük, hogy, álltunk de, és de, néztük de miért? Hogy miért van teteje meg üvege a fűnyíró traktornak. Ne. És akkor így gondolkoztunk, hogy egy esőbe is lehessen füvet nyírni. Á, biztos, hogy nem, és így... Van benne klíma, ahogy kapnád be. Igen, igen, mert hogy ugye, oké, lehet esőbe is nyílni, amúgy nem kéne, de lehet, nem. De hogy annak elég a tető, miért lett volna rajta az üveglap. Ó, ez de kemény. Oké. Na erre nem gondoltam, hogy már itt tart ez a technológia. Itt tart. Bár mondjuk annak nem volt olyan hűdeme fülkéje, úgyhogy nem tudom, mennyire nagy klíma kell hozzá, hogy azt... Ó, nem kell túlságosan nagy, de működik. Tartani. Ez a jó, figyelnek ezekre az emberekre is, ez nagyon-nagyon fontos szerintem. Nem tudom, láttatok, vagy hallottatok-e, a dolog abszurditása érdekes egyébként egy bizonyos szinten, bár azért lássuk be, hogy ez nem egy ilyen nagyon-nagyon népszerű dolog, és nem rendszeresített, de hallottatok-e arról, hogy már vannak olyan helyszínek az Egyesült Államokban, ahol van lőszer automata. Azt a rohadt. Mármint... Egyébként. Nem hallottam róla. A bedobod a pénzt, és kiválasztod, hogy mekkora kalibert, és kiadja a lőszer? Ja. Beszarok. Mennyire durva már. Ez úgy néz ki, hogy ez az egész egy ilyen bazinagy kijelző, tehát olyan, mint a Mekiben a... Tudjátok, ez a... Az ilyen kioszk. Igen. Uh-huh. Tehát nem az, hogy most van egy 10 gomb, megnyomod, aha, és akkor így pörög, hanem rendesen American Rounds, Tap to Choose, Verify ID, mert ugye 21 kell legyen, ha bár fegyverviselés ez nem kell, de ehhez azt hiszem, hogy kell. Egy életkor ellenőrzés van. Igen, amúgy mesterséges intelligenciával is működik, nyilván. Ha, nyilván. Persze. És igen, 21 éves kor szükséges hozzá egyébként. És ez mi, beszkenneli a személyigazolványodat? Ez hogy ellenőrzi? Nem, úgy van, hogy puskák és olyan fegyverek, amik nem hordhatóak, jó, ezt gondolom államfüggő, de olyan fegyverek, amik nem hordhatóak concealed, tehát hogy nem tudod eltenni, igen, azokra 18 évesnek elég lenned. Uh-huh. A pisztoly lőszerhez kell 21 legyen. Aha. Igen. Lehet, Jani, hogy a személyigazolványon van egy chip, vagy egy vonalkód, vagy egy QR kód, vagy valami, és akkor ezt be kell olvastasd vele. Nem tűnik túl biztonságosnak, maradjunk annyira.
Várj egy picit, már bocsánat. Is mutattam. Szóval igen. Itt van, és akkor ott van, hogy shotgun roundsot így kiválasztod, és akkor mit tudom én, ott választ, hogy most buckshot legyen, birdshot, vagy milyen shot, ettuk át. Bocsánat, hogy nevetek, de ez szörnyű. És így rendesen bepittyogtatod a kis cuccodat. Ott még ott van a checkout gomb, látjátok? Igen, rámegy a checkoutra, ott van, hogy egy doboz lőszer van a cuccba, $75, és akkor be kell írnod az e-mail címed, mert elküldik a számlát róla. Uh-huh. Android és Apple Pay-jel is lehet fizetni. Fizetsz. Igen, és akkor ott egy olyan van, hogy nem tudom most, igen, ez a fizetőeszköz. Kiválasztotta, hogy oké. Igen, már lecsipantotta a személyét szerintem. Szerintem is lehet, hogy azzal kell... Nem, itt van nem, most. Ott please please insert your ID. És akkor itt látjátok, a hogy pénz az hamarabb leveszi. Előveszi a személyigazolványát az úriember, és ott van egy ilyen rés, amiben behelyezed. Aha. És akkor ott Johnny Zikot valamit rajta. Most verifyolja, és most megászott előtte, fent van a webkamera. Kamerával és ugye lefényképez a cokmuk, mint a immigration cuccnál, így minden oldalról lefényképezik az arcot, és hogyha azonosították, hogy ez valóban a te személyigazolványod, tehát nem egy ilyen, nem a elkérted a pukádét, vagy hasonlók, akkor ott van, hogy verification successful, és akkor már pörög is. És akkor currently vending. És akkor mindjárt kidobálja a lőszert. Ja! Túra. Dúra, mi? Kemény. Még nem hallottam ez a process, erről, de... én azon csodálkozom, hogy még most csak most van ilyen. Tehát, hogy hamarabb ilyen nem volt. Nem tudom, nem mondtad, hogy így szomorú ez? De, hát az, maximálisan. Mert úgy értem, hogy nyilvánvaló, hogy az ottaniak egyáltalán nem tartják ezt hülyeségnek, sőt, nyilván azért, tehát mi nem abban a társadalomban szocializálódtunk, mint ők, ezért nagyon furcsa, de azért, na érted, tehát, hogy... Hogy én kimegyek most innen, én most kimegyek innen, köszi Bazi, kimegyek innen most ide, így kimegyek az utcára. Uh-huh. 500 méteren belül tudok lőszert venni. Magyarországon. Miért kell lőszerautomata? Tehát így miért? Hát na. Nem, az olyan emberek, akik nem akarnak vagy más emberekkel beszélgetni. Ez piaci rés? Lehet. Vagy, hát, vagy hogyha, nem tudom, hol van az automata, de hogyha olyan helyen van elhelyezve, hogy amúgy közterületen hozzáférsz, akkor ugye miután már bezártak a lőszerboltok, uh-huh. Éjfélkor rájössz, hogy én éppen is még lövöldözni akarok, akkor is el tudsz menni. Jaj, 024-es. Igen. Nem kell hozzá kiszolgáló személyzet. Így van. Több államban is felállították egyébként, gondolom ez ilyen kis tesztüzemben megy. Ez az American Rounds, amit láttatok az automatán, ez egy... Egy cég. Igen, az a baj, nekem is az Ammunition jutott eszembe róla. Igen. De most ne kezdjük a bohockodást. És az a lényeg, hogy, hogy gondolom ez egy cég, aki most ezt a piacérést akarja betölteni, hogy lőszerautomata. És 024-es, mondom, elvileg ők arról, tehát ők fejlesztettek először ilyen ID, meg minden csekkoló cuccot hozzá, amivel úgymond a személyazonosságot be tudják lőni mm-hmm. pontosan. És... Hát nem rossz. 6 helyszínen elérhetőek, Oklahoma és Alabama államokban. Hát figyeljetek. Szerintem van egy olyan érzésem, hogy azért nem lesz annyira nagyon-nagyon népszerű, de ilyen is van. Igen. Nem tudom, rettentő furcsa. És tudjátok, így nem tudom, tehát hogy... De ennyi erővel amúgy fegyver is lehetne, nem? Uh-huh. Fegyverautomata. Hát ott a személyigazolvány ellenőrzés. Kidobja neked a pisztolyt. De gondolom, hogy tovább tart leellenőrizni a hátteredet. Ott ugye, az vagy megint ismeretlen telepre tévedtünk emiatt, de én olyan tudom, van background check. Igen. Van. Szerintem is van. Igen. Van. Na jó, de ezt lehet automatizálni. Micsoda? Hát a background checket. Most érted? Hát most miért nem? Lehet automatizálni, de hát most... Beszkennelik a személyigazolványodat, aztán... De most se csinálták meg az automatizálást, úgyhogy most is valamilyen hosszú procedúra, feltételezem. Igen, tehát itt az a kérdés, uh-huh. hogy ha azonosítanak, úgymond, jó, persze, AI, meg minden, nyilván meg lehetne ezeket a dolgokat is oldani, de az a baj, hogy szerintem ez így nem így működik. Tehát mondjuk szövetségi rendszerekhez nem fér hozzá egy fegyverautomata, hogy neked most milyen igen, backgroundod igen. van, be is baszna. Tehát szerintem az Európai Unió GDPR-nak kilengne a mutatója annál, hogy most egy fegyverautomata hozzáfér neked a backgroundod. Hát az Európai Unióban, igen. Jó, hát ott annyira nem. Igen, igen. De ez nem az EU. Igen.
Én nagyon sajnálom, Pisti, egyébként, hogy most már a filmek terén, a paródia filmek nem mennek akkor, hát pedig úgy megnézném, hogy a Die Hard John McLean rohangál a bűnöldözés közben, és megáll egy ilyen automatán, hogy akkor most kérek szépen mi. Nem, de komolyan, ezzel én is el tudnám képzelni, hogy a Nakatomi plázának a 7. emeletén van az meg egy ilyen automata, és akkor tudod, Hans Gruberék jönnek már a 9-en járnak, John McLean meg piszkálja izével a személyigazolványába, hogy olvasd már be, bazd meg! Meg olvassa be az arcán, tudod, forog. Igen. Az a kemény, igen. Így van. Hogy vadászok miatt van ez? Hát szerintem amúgy nem csak. Az, hogy ez a Second Amendment dolog ki szerint helyes, ki szerint nem helyes, ugye az államok is különböznek ott abban, hogy milyen szigorú a fegyvertartás, illetve a fegyverhordás, abban még szigorúbb szabályok van, vagy nem is igazából szigorúbb szabályok, hanem nagyobb különbségek vannak az államok között. Nekünk szerintem ez érthetetlen. Igen. Mármint olyan szinten érthetetlen, nem a lőszerautomata, hanem azt, hogy megértsük, hogy ez miért van ott rendben, mert látod, a kedves nézőkben is azt váltja ki, hogy miért van erre szükség, miért kell fegyver legyen az embereknél, stb. Ez ugye nekünk egy normális kérdés, más amivel világ. Én is egyetértek. Ott kint nagyon más minden. Igen. Tehát más egy olyan rendszerbe szocializálódni, ahol ez a normális. Persze. Szerintem ő ezen annyira nagyon fenn se akadna. Engem. Nem. Hogy van nem. Ilyen. Most miért ne lenne? Hát, igen. Az a baj, hát annyira megszokott, hogy mindenkinél igen. Van fegyver, hát most teljesen természetes. Hát azokban az államokban igen, és az a baj, hogy a legtöbben belemennek az okokozati kérdésekbe, tudod, meg a tyúk vagy a tojásba, mi miért lett. Az az igazság, hogy ilyen kérdést alapvetően azok, akik ez ellen akarnak beszélni, meg azok, akik nem ott vannak, tesznek fel. Mert az a baj, hogy nem mész bele egy okokozati vitába, hogy miért kell fegyver legyen az embernél, ha beleszületsz egy világba, ahol körülötted mindenki ne van. Így van. Igen. Hát az, hogy félnek mindenkitől, és hogy tudod, elővigyázatosak, és inkább úgymond így érzik magukat jobban az utcán, vagy nem tudom, azokban az államban lehetne mondjuk fegyver, az nem azért van, mert elkezdett valaki gondolkodni, hogy hát ha senki nem lenne fegyver, akkor erre nem lenne szükség. Meg hogy akkor miért nem csináljuk ezt, meg azt, hanem beleszülettek egy világba, persze. Ahol így nevelték fel őket, hogy bázd meg, tudnod kell itt lőni, meg nem tudom. Igen, én nekem azért nem annyira nagyon szomorú ez a dolog, mert hogy ezekben az államokban eleve lehet fegyvered. Lehet, igen. Szóval, hogy miért lehessen venni ilyen lőszert azoknak az embereknek. Igen, csak van egy kis abszurd, van egy abszurd része, érted, hogy most tudod, tehát maga tehát a szomorú alatt, tehát hogy értem én, hogy ez egy piaci rés, és most én sem háborodtam fel ezen, csak hogy tényleg mi az a szituáció? Amikor így elindultak egy vadásztripre, és tudod, jaj, bazd meg, otthon hagytam a lőszerem, vagy és nincsen egy bolt. Megfenyegetnek az éjszaka közepén, és rájössz arra, hogy bassza, meg nincs otthon annyi lőszer. És akkor megmondod neki, hogy várj. Láttad ezt a procedúrát? Csak 200-on ott. Ez ilyen 5-10 perc, amíg kiszülte belőle azt a shotgun. 5 perc alatt ott a lőszer. Azért nehéz erre bármit is mondani, mert hát ezekben az államokban szerintem bemész a Walmartba, és a kiló sonka meg a 3 raklapnyi faáru mellett veszel még 300 lőszer. Hát nem tudom, van fegyverrészleg, az igaz. Van. És hogy annyira természetes, hogy... Vannak olyan helyek, igen. 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 Vagy nekünk ez teljesen elképzelhetetlen. Roy, én ebbe azért nem is akartam belemenni, de egyébként teljesen igazad van, hogy ez meg aztán végképp teljesen érthetetlen, a nagyon sok embernek szerintem itthon, hogy mit jelent az, hogy nekem jogaim vannak. Mert hogy ezt nagyon kevesen tudják abból az értelemben értelmezni, hogy ez mit jelent. Kicsit másabb kultúrából vagyunk, mint azok az emberek ott, és nem is félelemből, nem is biztonságkérdésből, hanem azért, mert jogod van hozzá. Azért viselnek fegyvert mondjuk azokban az államokban, ahol fegyvert lehet viselni, mert joguk van hozzá. Hát ennyi. Igen. Persze nyilván érvényesül ugye a kulturált világnak azon oldala, hogy amit megtehetsz, azt nem muszáj megtenned. Úgymond az alkotmányos jogával él. Fel van a készülve, rá, hogy bármikor gyakorolhassa. Ott van a pittó. Pontosan. És így ennyi. És ez egy olyan dolog, hogy borzasztó abszurdum hangzik. De az a baj, hogy én nem tudom, én sem tudom ezt értelmezni, tehát félre ne értsetek, hogy mi ez a vágy. Én még soha nem csináltam valamit azért, mert jogom van hozzá. Nem abból az okból csináltam, vagy hogy mondjam, tehát nem tudom, fura ez, hogy nem tudom, ez a Közép-Kelet-Európa, hogy nem, belém speciális, most nem akarok így Magyarországról beszélni, mert ez fura, mert nem tudok más nevű beszélni, de hogy belém sose volt belém nevelve azt, tudod, hogy így élj a jogaiddal, meg erősítsd meg magad, meg mit tudom én, tehát így, nem mert tudom. Mert más világ, más kultúra. Én mindig úgy álltam a dolgokhoz, és lehet, hogy ez egyébként egy nagyon béta dolog, de nem tudom, én mindig úgy láttam, hogy egyszerűbb az élet úgy, hogyha előzékenyebb vagy, tudod, bizonyos szituációkban, stb. És így ezért szoktam mindig a túlakodjálatszik a példával jönni. Pedig az nem jog,
az csak a küzdjél meg magadért, hogy valahogy, valahogy én, tehát most ezt most csak azért mondom, mert hogy én miért nem tudom értelmezni tőled ezt a dolgot, csak azt akarom megmagyarázni vele, hogy nem tudom, bennem sose volt ez. Szerintem a legtöbb ember mondjuk ott találkozhat ezzel, amikor visszaküld valamit két héten belül egy webshopból vásárolt termék, hogyha nem jó. Igen. Mert ott élsz a jogaiddal. Igen, tudom. De én azokban a szituációban is szerintem ezt tudod. Én könnyebben feladom. Hát azért van az jó, nyilván, érték, nyilván, amikor visszaküldöttem. Igazad van, persze. Hogyha rossz. Természetes. Tehát, csak hogy nem tudom, valahogy ilyen viseljük el, meg tűrjük el, meg örüljünk annak, amink van. Hát ez... Kicsit, igen. Nem? Ezt nevelte belénk a rendszer. De hát nem. És ez a rossz. Nem belénk nevelte a rendszer, de a szüleink még igen. Tehát igen, és így belénk is. De hogy igen. Nem, hogy nem tudom, én mindig úgy éreztem, hogy ez így van, és persze nyugodtan hazudtoljátok meg nyilván nem vagyunk egyformák, és nyilván ez nem egy jó hozzáállás a dolgokhoz, de nem tudom, én úgy érzem, hogy a mi generációnk ezt nagyon erősen kapta. Persze. De hát ez szerintem nem csak lokálisan, nem csak Magyarországra értendő, hanem a világon nagyon sok helyre, mert hát sok helyen, nem járva mondják azt, hogy az amerikai álom. Érted? Nem, itt nem hallottad az bármikor is, hogy én meg akarom élni a magyar álmot. Hát jó, igen, az nem terjedt el. De az amerikai álom a is jó, egy ilyen furcsa magyar dolog, álom. Igen. Ott meg volt az, hogy na akkor... Régen volt ilyen, ugye? Törekedjél, előre menjél, lakás. És akkor meg lesz. Igen, legyen az meg. Az volt a magyar álom. Azt tudom, hogy most már nagyon sok mindenkiben nincs meg ez, meg nyilván mi is küzdünk ez ellen, mert nem szabad soha beletörődni, meg minden, de szerintem vannak köztetek is olyanok, akik még mindig hallják a szülői, vagy a nagyszülői rétektől, tudod ezt a, mit tudom én, valami bátor dolgot szeretnétek megpróbálni, új bizniszbe akartok kezdeni, munkát akartok váltani, külföldön akartok szerencsét próbálni, és jaj, minek? Örülj annak, amit van, elégedj meg. Ez egy alapmentalitás. Nyújtózkodj addig, amíg a takaród ér, minek neked, csak rossz lesz, igen. És húznak vissza. Kapzsi vagy. De kapzsi vagy, de nem rossz indulatból csinálják feltétlenül. Van, aki nem, igen, persze. Van, aki igen, hanem amiatt, mert úgy vannak vele, hogy bármilyen kockázatot válasz, vagy bármilyen szinten úgymond előre akarod tenni magad, abból úgyis csak a rossz lesz. Igen. Mert megszokták, igen. Hogy majd besuk a szomszéd, nem tudom. Meg, hogy értékeld azt a keveset is, ami van. És hogy ne kockáztasd azt. Ja, de szerintem egyébként azzal, hogy valaki meg tud elégedni dolgokkal, az nem egyenlő azzal, hogy tudod, majd most csinálsz magadból, hogy hagyod magad kihasználni minden helyzetben, mert neked már elég. Tehát, ez nem pont így néz ki. Igen. Na mindegy, de ez egy ilyen érdekes dolog. Hogy tudod, hogy van egy ilyen különbség, hogy nálunk annyira ez nem jött elő, tudod. Hogy csak azért csinálunk valamit, itt tudom én. Nem nagyon találkozunk ezzel, mondom. Jó, hát kiváltják az emberek a városkártyát, hogy olcsóbb legyen a strand, mert itt laknak. Amúgy a mai fiatalok már szerintem többen. Soka. Sokkal többször soka. Találkoznak ezzel, hogy jogom van ehhez, meg ehhez. Persze, hogy nem. Abszolút. És élnek is vele. De ez egyébként, hogyha belegondolsz, mindig is jellemző volt, hogy ugye a fiatalok lázadtak, és lázadniuk is kell. És tudod, az akkori, mit tudom én, középkorban, meg mindig tudod, ez volt a nézet, megint veri magát. Tehát ez egy normális folyamat. Igen. Ha 30-40 évesen jön rád ez a jogomban ehhez, akkor meg Karen leszel. Jó, de azok hülyék. De amúgy tényleg. Hát ezekből lesznek azok. Igen. Nekem ne beszélj! Ez tipikusan az. Fura. Igen. Na mindegy, durva. Durva. Most már vannak férfi Karenek is, csak mondom. Így hívják őket. Férfi Karen. Igen, nem Kenek, férfi Karenek. Most volt egy ilyen, Twitteren körbe ment egy videó arról a, nem tudom, valami csávó, aki ott valami horgászoknak ketté törte a horgászbotját, vagy mi az Isten, ilyen full idegből, meg ott ordibált, és őre is azt mondják, hogy men Karen. Igen. De hát ott valami túlélte egyébként? Nem, valami tizenéves. Persze, valaki szétört a botját. Tizenéves fiatalok. Tizenéves gyerekeknek törte. Igen, akkor azért jött túl. Hogy szerintem, hogyha idősebbeknek töri szét a horgászbotját, ott komoly problémák. Nem tudjuk, hogy a gyerekek szülei végül mit tettek vele. Nem, de az interneten nagyon nagyot ment. Igen. És azért a jogom van hozzá embereket, azért egy kicsit megvédeném a Karenektől, hogy azért a Karenek, ők már nagyon sok lépcsővel odébb vannak ettől. Igen. Hát, ők igen, nagyon kötöm az ebet a karóhoz, szörszá hasogató. De úgy kezdődik minden, a jogom van hozzá. Engem. És ti, hogyha egy étteremben rossz kaját, mert kiszolgást kaptok, akkor sem panaszkodtok? Viktor, légy szíves, mindjárt válaszolunk erre a kérdésre, hogy ez már volt téma, de nem lényeg. Tehát amit én mondok, hogy én milyen vagyok, Jani meg Balázs nem olyan. Persze. Tehát, hogy amikor hárman, látod? Ne csináljuk már ezt.
Most én mondtam valamit, és akkor én mindenki nevében beszélek, ez olyan buta dolog. Egyébként. De ettől függetlenül ez a része teljesen igaz, tehát én sem szoktam ezt mondani, hogy jogom van hozzá, és akkor csinálok valamit. De ti is, de erről beszélgetünk, étteremet is, azért panaszkodtok, ha valami szar. Persze, de hát panaszkodás és panaszkodás. Étteremben amúgy nem nagyon. Nem én nem. Visszaküldeni küldtem el vissza? Kaját? Szerintem életemben egyszer. Uh-huh. De akkor azért, de szerintem mindenki visszaküldte volna, mert volt egy légy a kaján. Tehát bele volt sütve a légy, és így mondtam, hogy hát ezt nem áll létszikösz. Ez életemben egyetlen egyszer volt ilyen. Uh-huh. Én sem szeretek visszaküldeni dolgokat, meg panaszkodni. Sokszor van az, hogy úgy. Nyers kaját küldtem már én is vissza. Igen, ezt akartam én is mondani, azért visszaküldni, vagy panaszkodás és panaszkodás között is van különbség, amikor úgy tudod vissza, hagyjál már egyszer a szarra, ne? Igen. Vagy, hogy ne haragudj már, de ezért bele van sütve egy légy, azért kezdjünk már ezzel valamit. Kettő között óriási különbség van. Azért van, de amúgy nem, étteremben nem szoktam annyira. Uh-huh. És annak a pincének is adok borralót, aki bunkó. Igen? Aha, csak nem annyit. De mindenkinek adok. Ez lehet egy rossz szokás, de nem tudom, csak kiszolgált, még ha bunkó is volt. Ez a borravaló kérdés, ez olyan, hogy minden egyes alkalommal, amikor előjön, akkor olyan, mint hogyha először beszélnénk róla, de igen, én megértelek. Én megértelek. Ez ilyen. Egyébként. Szerintem az a durva ez, tehát nagyon nehéz megtalálni a balanszot szerintem abban, hogy ki, hogyan él a társadalomban, de tényleg. Tehát, hogy ilyen furcsa egyensúly ez, hogy nyilván az ember, ahogy felnőtté válik, tud élni a jogaival, ki tud állni magáért szituációkban, amikor, mit tudom én, elvár egy szolgáltatást, mondjuk a pénzéért, vagy egész egyszerűen amiatt, mit tudom én, elvár az országában, vagy a városában valamit, amiért ugye ő a társadalomnak a része, és ez ugye jár neki, hasonlók, csak ugye az hiányzik sokszor, hogy ugye ehhez nagyon sok kötelezettség is tartozik, meg felelősségvállalás ugye egy állampolgár részéről, úgymond élhesse a jogaiddal, meg hasonlók. Tehát ez hozzáállás kérdése. Egyébként szerintem, ami nehéz. Ami nagyon-nagyon nehéz. Valakinek egy 15 éves takony kiabált éjjel kettőkor az ablak alatt, hogy jogom van? Mihez? Hogy üljön és kiabáljon az ablakban. Hát joga van hozzá. Nem tudom, hogy hol írták hát ezt le neki, de ez van. Én nem vagyok benne teljesen biztos amúgy, hogy igaza volt Kalács. De nem tudom, hány decibel alattig joga van hozzá. A azt fölött, mondod? Fölötte már decibel nincs. Szinthez van ez hát kötve? Este 10 után már csendháborítás van. Ha azt túl kiabálja, akkor nincs hozzá jog. Szerintem ez is egy ilyen furcsa dolog, hogy mire mondjuk, hogy jogod van hozzá, meg mihez nincsen jogod, meg minden. Mert az a baj, hogy a világnak vannak leírt szabályai, meg nem leírt szabályai, meg hasonlók, és szerintem azért nem szabad meglepődni azon, hogy vannak következmények. Tehát a szabadság fontos dolog, és mindenkinek joga van hozzá, hogy azt csinálja, amit akarja ebbe a világba, de következmények attól még vannak a dolgoknak, amiket csinálunk, szóval ez... Nem tehetünk úgy, hogy egyedül vagyunk. Vagy hát meg lehet próbálni, csak nagyon messzire kell menni. Hát úgy igen. Az ott lehet ordibálni a faszomba egész nap, ott nincs semmi gond, de még elmegy a hangod. Ez fura. Igen, hogy nagyon-nagyon sok ember, pont most láttam egy videót egy ilyen nagyon durva séffel, aki a pszichológiáját magyarázta az étterembe járásnak, és hogy mennyire, tehát hogy mennyire olyanok az emberek, hogy egy csomó szituációban elvárják a kölcsönösséget, de valami miatt ha bejönnek az étterembe, akkor ők a minden. Tehát egy étteremben ott valami van. Ott odamész, és akkor ott te vagy a földes úr. Uh-huh. Vagy nem tudom, tehát minden emberből ezt váltja ki, legalábbis amiről ő beszélt. Hát nem úgy nézett ki, mint aki tudjátok egy ilyen pizzériában séf, tehát gondolom, hogy egy olyan szintű erről van szó, olyan emberek járnak, hogy hagyjuk. És így mondta, hogy nagyon, nagyon nehéz ezt kezelni, mert ugye, tehát, hogy mondta, hogy ugyanúgy beszélnek a séffel, mint a pincérrel, és mondta, hogy hát amúgy, tehát nekik nem az a dolguk feltétlenül, hogy ott menjenek, azt nyalják a següket, stb. És na mindegy, érdekes ez, hogy állunk egymáshoz, mert én is kerülök olyan szituációba, hogy tényleg azt érzem, hogy nagyon sok ember része a társadalomnak, legalábbis ő úgy gondolja, elvárásai vannak, hogy milyen legyen a világ körülötte, milyen legyen a városa, a környezete, stb. Üti az asztalt, hogy mi jár neki, meg mi nem jár neki, és beleszarik abba, hogy része ennek, vagy nem. Vannak ilyenek. Jól mondták egyébként a srácok. Itt ez pontosan egyébként olyan, mint a repülőgép turista osztályán, hátrahajtani az ülést. Á, igen. Ez ugyanolyan, hogy te kifizetted a jegyet, neked minden jár, ezért a jegyárért, úgy, hogy azt hiszed, hogy egyedül ülsz.
azon a kurva gépen, és csak te fizetted ki. Ez nagyon rossz hír, ez egy ekonomi jegy. Együtt kell élje másokkal. És hogyha éppen esznek mögötted, akkor nem hajtod hátra azt a kurva ülésbe, az meg. Tehát, hogy az a baj, hát szerintem ez az, ami... Nem jutnak el az emberek. Igen, tudom, csak ez nagyon jól, hogy is mondjam, kivetíthető így a társadalmunkra is, hogy nagyon sokszor vannak ellentétek emberek között amiatt, mert egyszerűen... Tehát, hogy így... Én értem, hogy mindenki együtt akar élni, mert muszáj, de annak mindkét oldalon van felelőssége. Persze, de ez egy jó hasonlat. Amúgy tényleg ez az üléses téma. A mozi? Amúgy a mozi is ilyesmi. Az hasonló, hogy ott is beülsz, ott megvetted is a jegyet, és azt hiszed, és végül is jogod van enni popcorn. Persze. De jogod van. Kifizetted a jegyet. Igen. Jogod van beszélgetni is. Uh-huh. Nincs odaírva sehova, hogy ne beszélges. És akkor itt hogy ki van írva? Nincs kiírva ilyen. Micsoda? A mozikban, hogy ne hangoskodj. De hát, nem, a házi szabályzatban benne van. Benne van? A házi rendben benne van. Bazi jobban tudja ezt, igen. Igen. A kérdés az, hogy vajon itt az európaiaknak több joga van a moziba, mert hogy fix helyet vett meg, vagy az amerikainak van több joga, mert hogy ő csak megvette és bemegy és leül. Ott is van fix hely. Nem, nincs. Van olyan, ahol van, de a többségben nincs. Egy csomó moziban nincsen, csak itt telemegy a terem, az csá. Nem is ez a lényeg, hanem ez is ugyanaz, mint az együttélésnek a szabályai, amik nem feltétlenül vannak tudod leírva. Uh-huh. Hogy itt jön az, oké, hogy életbe lép az élni és élni hagyni. És hogy fogadjuk el egymást, meg hasonlók. De ugye egyik építkezik a másikra, és sajnos a társadalom elvárja tőled is, hogy megtedd, amit meg kell tenned, ha egy moziról van szó. És tudom, hogy fájdalmas. Attól függ, hogy mikor csatlakozol be a problémába. Tehát például, hogyha én mondjuk hozzászólok az asszonyhoz mellettem, aki a gyerekeit izéli, hogy kezit csókolom, tessék már megmondani a gyerekeknek, hogy csend legyen, mert hangosak. Uh-huh. Akkor én úgy érzem, hogy most ez zavarod az én élményemet, meg szerintem a másokét is, uh-huh, és megkérlek, hogy hagyja abba. Igen. Oké, ezt most lehet úgy venni, ez most az én szemszögem. Ha a másik szemszöget nézzük, ha én mondjuk a feleségemnek oda szólok, hogy mellettem valamit, vagy nem tudom, megkérdezek tőle valamit hangosabban, és egy felnőtt férfi ember mellettem azt mondja, hogy hallod, maradj már csendbe, akkor én úgy kezdem, hogy mehetél hozzám szólni? Úgy egyáltalán. Uh-huh. Mi az, hogy maradj, ki a faszom vagy? Te takarodj el, kurva vagy. Mi az Isten? Érted? Mert azonnal megbolondulsz. Ez nem én vagyok. Ez egy példa. Attól függ, hogy hol csatlakozol be. Nyilván felbaszod magad, hogy neked ne pofázzon más, hogy kussoljál, ki vagy te. Nem itt kezdődik. Igen. Tehát, hogyha mindenki elfogadja azt, hogy ez egy közös élmény, érted? És nem kért meg a társadalom, se a filmforgalmazók arra, hogy 25 millióért építsél otthon magadnak egy elégséges házi mozi rendszert, uh-huh, hanem azt mondták, hogy itt van 2005-ért, gyere nézd meg ezt a filmet, azért így, mert másokkal együtt nézel ilyen nagyba, és ezt elfogadjuk, hogy ez egy közösségi dolog, akkor annak része az is, hogy mondjuk így cserbe vagy. Érted? És akkor senki nem fog szólni, kussolj. Igen, csak hát vannak figyelmesebb emberek, meg vannak kevésbé figyelmesebb emberek. Vannak, akik tojnak a másikra, meg vannak, akik nyilván a másikra. Nyilván, csak tudod, tehát az a baj, hogy az emberek szerintem sokszor tudod, nem érzik azt. Tehát itt ez az egész beszélgetés most a Karenekből indult ki egyébként, hogy szerintem nagyon sokan rettentő sok elvárással élnek a világ felé, de ők nem hajlandóak ebbe tenni semmit. Igen. Meg amúgy szerintem nagyon sokan full vakon vannak. Hogy nem? Érted? Azt mit jelent? Nem látnak? Hogy nem veszi észre, hogy zavaró, amit csinál. Ja, persze, igen. Vagy nem tudatosul benne. Ez nem is biztos, hogy meg akar sérteni, vagy zavarni akar. Egyszerűen nem. Neki más az ingerküszöb, más az, ami zavarja a filmezés közben. És bele se gondol az, hogy téged már a chips... A popcorn csörg. Igen, az acskó csörgést akartam, de azt nem rejöttem, hogy ezt nem nagyon lehet hivatalosan venni ott, de mindegy. Van, akit már az is zavar, vagy hogy rágnak az emberek, hogy rágja a nachoszt. És csámcsok. Jó, még attól függ, milyen jó, hangosan csámcsok. Jó, azt mondjuk, azért durván lehet csámcsolni. Tehát én is ültem olyan ember mellett, aki fú. Igen, ez nyilvánvalóan igaz. És csak mondom, hogy de teljesen igazatok van, és bármelyik példát hozzátok fel egyébként itt a chatben is, akár arról, hogy a repülőn hogy viselkednek az emberek, vagy milyen a közlekedés, hogy tudod, valaki nem hajlandó, hogy valaki nem tud besorolni, nem hajlandó indexelni, gyors hajt, stb. Ez mind ugyanaz, hogy az van, hogy vannak olyan kényelmi dolgok az életünkben, uh-huh, amik sajnos úgy, hogy csak és kizárólag neked járjanak, megvalósíthatatlanok. Tehát nem lehet autópályát építeni Janinak, hogy ő nyugodtan közlekedjen. Hát van az a pénz. Hanem vannak olyan dolgok az életben, amiket meg tudunk élni, uh-huh, de csak közösen. Uh-huh. Mert ha csak mi akarjuk megélni, akkor annyi pénz, hát hogy igen, akkor szólni kell a lőrinznek. Igen. Na, de mivel, hogy ezt így tudjuk megélni, ezért muszáj, bazd meg, tehát hogy valamit, érted, ez egy közös használatú igen, valami.
Igen, igen. Vágod? Tehát ez így működik. És az a baj, hogy ebbe bele kell tette a terészedet is, hogy mondjuk így, érted? Valami történjen. Nagyon-nagyon sok mindenki ezért nem akar kimenni otthonról. De 3 perc alatt úgy felkúrja magát, mint az állat, jó, mert, azt érzi, hogy ezt a közösségi dolgot, ezt mindenki leszarja. De amikor ki kell venni belőle, akkor mindenkinek kell. Igen. Ez egy borzalmas dolog. Sajnos ez így van. Igen. És egy fecske is tud nyarat csinálni, csak annak az ellentéte. Tehát egy ember is elég. Egy moziba. Persze. Hogy egyébként. Bőven. Meg egy repülőn is, meg mindenhol. Persze. Aki egy pénisz. Sokan ezért elmondnak a tanyára költözéssel. Nagyon sokan igen. Tehát, hogy ugye az, hogy nyilvánvalóan nagyon sokan például költözésnél is, vagy egyéb ilyen dolognál is, ugye mindenki fél a szomszédoktól, meg hogy milyen lesz, meg hasonlók, mert ugye az van, van, aki jogosan érzi azt, hogy vannak dolgok, amik járnak neki. Ha te beleteszed, amit bele kell tenned, akkor elvárod, hogy más is úgy viselkedjen veled. Igen. Az a baj, hogy ez nem így működik. Vannak, akik fura emberek, és vannak, akik ezért akarnak kiköltözni a faszomba távol mindenkit. Amúgy meg tudom érteni. Mert nem akarnak érintkezni senkivel. Az előnye ilyen szempontból ez. Van, aki sokkal érzékenyebb erre. Igen. Igen. Egyébként, mint mások, én megértem ezt is. El lehet fáradni. De aki elmegy, mert tudja magáról, hogy hangos tud lenni, meg ilyenek, szerintem ez egy tök pozitív dolog. Igen, de az más kérdés, hogy azért mész el, mert te vagy a zavaró fél a közösségben, vagy azért már eleged van a zavaró fél felekből. Jó, de az, tehát ez egy jel, hogyha annyi embernek elege van belőled, hát valószínűleg persze, veled van gond. De hogyha de annyi embert zavarsz, akkor annyira tolni fogsz rájuk, és hát persze, csak azért sem hiszem. De tanyán nincs ezzel gond. Nézd, ez egy olyan dolog, hogy vannak emberek, akik nem is azt mondom, hogy túl érzékenyek az ilyesmire, csak egyszerűen szerintem bele lehet fáradni abban egy idő után, hogy megpróbálsz mindig jó pofát vágni a szarságokhoz. Uh-huh, vagy mindig persze. Kedves lenni a faszokhoz. Ezért kell megmondani néha. Ebben szerintem bele lehet fáradni. Bele. Bőven. Pisti, neked nincs egy kis anger issued? Ez egy szép mondat. Na, egyébként. Ez szép magyar mondat. Hát nem mondanám. Ez a dükezelési probléma. Nincs egy dükezelési köszönjük probléma. Szépen, Jani. Magyarul. Hát, köszönöm szépen, Jani. Hát nem tudom, hogyha úgy általánosságban gondolod, akkor lehet, hogy van. Bár most ugye pont arról beszélünk, hogy kell szépen viselkedni egymással, viszonylag nyugodt hangvételben. Amúgy ki lehet ebben égni. Mármint miben? Tényleg ki lehet égni. Hogy megjátszod úgymond magad. Csak azt akartam kérdezni tőle, hogy miből gondoltál. Ne legyél pöcs. Miből gondoltál, hogy dükkezelési problémáim vannak, vagy most mit tudom, hogy ordibáltunk valami, vagy hasonlók. Lehet, hogy olvasta. Lehet. Valahol. Egy könyvben. Én ezért örülök, Pisti. Amúgy még honnan tudod, hogy dükkezelési problémája van Pistek? Lehet, hogy kiadja magából a dűt. Amúgy én nem gondolom, hogy dükkezelési problémája. Van, aki szerint az is az. A kurva anyába, a volán, vagy a kormány mögött. Hát de van, aki szerint már amiatt van dükkezelési problémán, nem tudod rendesen kezelni az idegesítő. De az is kezelés, hogy orvítasz. Amikor te arra gondolsz, hogy túlzásba viszed, vagy túl hevesen reagálsz, az amúgy nem annyira heves dolgokra? Az az anger issue. Például, hogyha elkezdesz üldözni valaki, csak azért, mert nem indexelt. Ghost Freak azt mondja, hogy rajtad van levezetve a dű itt bent. Igen, bazsint szoktuk általában. Ez érdekes dolog egyébként. Hát a happy hour után megy a kínzó kamrába. Tudom, engem mindig zaklatnak azért, hogy miért vagyok kíváncsi arra, hogy valaki miért mond valamit. De egyszerűen sajnos kíváncsi vagyok, mert az ember így tud építeni valamilyen szinten magán, ha egyáltalán lehetséges, hogy ugye a visszajelzést megpróbálja megérteni, ugye, és utána dolgozni rajta egyébként. Nem tudom. Ez nem vicces Ghost Freak. Más nem mondta még? Oda kell figyelni másokra, mert a körülötted lévő emberekre. Ha például, mit tudom én, elhangzik 5 évente egyszer, hogy de vicces vagy, az úgy mondjuk, akkor azt mondja, hogy lehet. Egyébként. 5 évente egyszer? Annál ritkábban, ott vannak gondok. Látod, ez már lehet, hogy dűkezelési probléma. Hogy szerinted nem vicces Ghost Freak. Amúgy igen. Ez lehet. Jaj, Istenem. Egyébként igen. Nagyon sokan kihátrálnak belőle. Ez amit a tegnapi streamben mi is volt az? Hogy azt hitt a srác, hogy miért vagyok ennyire keserű. Ja, igen, csak és pont kint voltam. És mondtam neki, hogy én egyáltalán nem vagyok. Azt mondom, nagyon jól érzem magam, legózom meg minden, és utána beírta, hogy jól látni, hogy jól érzem magam. És így ültem, hogy... Hát hirtelen megfordult a világ. Na most akkor melyik van? Tehát így ez igen. Kinek mi? Jó van már, na. Az internet fura dolog, amiatt, srácok, mert hogy ugye ez egy nem normális kommunikáció, tudjátok, hogy most én itt dumálok, mint egy farok, ti látjátok rajtam az arcomon minden dolgot, én meg csak olvasom, amit írtok, nem látom mögötte, hogy közben milyen fejet vágtok, vagy mit tudom én. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz. Ez egy nehéz dolog. Az a baj, ezt sokan nem értik meg, hogy ezért olyan fura.
kezelni. Nagyon sok esetben egyébként, de én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6 évben túlságosan sok mondatnak az a vége, hogy csak vicc. Tehát ha meg akarsz mondani valamit, mondd meg. Itt ha még az elején, mikor a álljunk ki magunkért, a jogainkért téma volt, nagyon nagy harcosok voltak itt csetbe. De hogy nem? Voltak. Ez a véleményem. Joguk volt, elmondták, most már mentek a francba. Visszakanyarodva a dükezelési dolgokra, kicsit szürke zóna ez nekem. Miért? Nem, mármint az, hogy az, hogy valaki mondjuk nagyon sokat ideges, az dükezelési gond, vagy az dükezelési gond, hogy reagál le? Az. Igen. Az, hogy sokat vagy ideges, az nem dükezelési probléma. Igen, az a baj, hol az laksz. Az valami egészen már. Hol laksz, meg kivel vagy. Hát igen. Oké, oké. Okay. Hogy hogyan? Tehát, hogy hogyan kezeled ezt, hogyha ideges vagy. Az ott aha. Vagy hol van a határ, tehát, hogy meddig mit tudom én, hogy felállsz, szétbaszol itt mindent, az dűkezelési probléma. Igen, nekem is ez a bajom, hogy a skálák, a tízes skálákkal is ez a bajom, meg az értékelésrendszerekkel is, tudod, hogy igen, nagyon nehéz eligazodni egy emberen, aki tudod, azon, hogyha összetörik az autóját, aha, azon ugyanolyan ideges, mint hogyha nem találja tollat. Igen. Na, az gond. Igen. Az gond. Az elég nagy gond. És azért, ugye, mert tehát nem tudja fokozni tovább. Igen, tehát nincs... igen. De szerintem neked ezzel nincs bajod, Pisti. Szerintem nincs. Én nem láttam még, hogy most annyira kikeltél volna magadba, hogy most itt szétvert, mint valamit. Tehát nincs Nem. Szerintem az emberek arra gondolnak, mikor ez van, inkább hogy... sok minden idegeskedsz. És rosszul fogalmaztak. Szerintem az a baj, hogy ugye nyilván nagyon-nagyon nehéz megismerni az embert az interneten keresztül, még akkor is, hogyha nagyon régóta nézed. Az biztos, hogy szeretek nagyon hevesen beszélni dolgokról. Mm. Valakinek félre megy, nem? Igen, ezt akartam én is mondani. Lehet, hogy rosszul van skálázva, aki szerint neked dükezelési problémád van, annak másképp van skálázva a dű, mint nálad. Mert mondjuk lehet, hogy nálad, mondjuk egy 5-ös, 6-os, 10-es skálán, egy 5-ös, 6-osnál te már elkezdesz, mit tudom én, asztalt borítani, meg széket törni, meg mit tudom én, viszont az nagyon ritkán éred el. Ellenben a 2-est, meg a 3-ast viszont nagyon könnyedén és nagyon gyorsan eléred, és már azon fel tudsz csattanni, ki tudsz kelni egy kicsit magadból, és lehet, hogy valakinek ez már az is sok. Uh-huh. Igen. Értem, hogy mit mondasz. Pedig neked meg az úgy van, én ezt most a saját példámból tudom mondani, én baromi gyorsan fel tudom baszni magamat apróságokon, és 5 percig utána hozzám se lehet szólni. De az 5 perc után, mintha mi se történt volna. Igen, is van. Az, hogy én egy óránál tovább haragudjak valakire valami miatt, ahhoz kurva nagy bajt kell csinálni. Nézd meg, Bari, most tőled akarja hallani. Ide jön, nézzük szemtelenkedni korán. Azért fel akar baszni korán. Direkt, hogy majd tesztelj a dükezelési problémáimat. Egyébként van, amikor én is elalszom a golyómat, ez egy bizonyos korú fölött egyébként előjön, és rohadt bosszantó egyébként, de amúgy ilyen 9-17-re amúgy már el szokott múlni. Azért ez durva. Tehát ilyenkor már vissza kell. Én azon csodálkozom, hogy fent van Bali ilyenkor. Mi a hajnalban keltél? Hát ezt akartam mondani. De amúgy most? Csak mondom, hogy a korábban keltél, és még mindig nem érzed, akkor nem velük van a gond. Nagyon fontos. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez egy olyan dolog, hogy ja, könnyű félreértelmezni ezt, de értem, miért mondjátok. Hát na. Értem, miért mondjátok. Az tény, hogy fel tudnak baszni dolgok egyébként. De téged sokkal könnyebb felbaszni amúgy. Én már rájöttem. Igen, de ebben van egy olyan dolog is, Jani, hogy... na ezt hogy kell mondani jól? Na. Én úgy szeretem, tehát szeretem ezt az állapotomat. Hogy ő könnyen felidegesített magad? Nem azt, hogy fel vagy idegesítve. Eljutunk egy beszélgetésben odáig, hogy annyira érdekel, hogy erről egy heves véleményütköztetés van. Ja. Érted? Én ezt szeretem. És én ezt nem úgy élem meg, hogy lehet, hogy ilyen szar helyen, ilyen faszok között, tudod? Hogy nem igaz, hogy mindenki hülye. Én ezt nem így élem meg. Én szeretem ezt a... mikor ilyen intenzív valami, tudod? Igen. Meg ugyanúgy szeretem azt, amikor valaki mondjuk, mit tudom én, nagyon szeret valamit, és úgy beszél róla. Hogy baszd meg, ez a legdurvább cucc, amit értem, láttál, érted, ezt a szarod magad. Én szeretem azt, amikor valaki így intenzívebb. Intenzív. És én tökre értem azt, hogy mondjuk, hogyha én olyan vagyok, akkor valaki ezt, tudod, így azt gondolja, hogy teljesen hülye. Hogy valami baj. Tehát, hogy szerintem ezt félre lehet értelmezni egyébként. Félre. De én alapvetően szeretem ezeket a szitukat, és ez nekem nem egyenlő azzal, hogy felbosszantanak. Vágod? Attól, hogy hevesen véleményt cserélünk, mondjuk mit tudom én arra, hogy tetszik ez az autó neked, vagy hogy jött be ez a film, vagy mit tudom én, hanem én ezt pont, hogy élvezem. Én meg tudok halni
attól, amikor tudod, egy ilyen, egy olyan környezetben élsz, ahol így azzal lehet kilendíteni, tudod, egy kicsit a balanszával a beszélgetést, hogy ó, most te menj kinyitni az ajtót. Tehát, hogy érted, nekem, ja. Én örülök neki, hogyha van intenzitás egy társaságon belül. Nem ez a, láttad? Aha, tetszett? Aha. Tehát, oké, okay, biztos. De én szeretem az ilyen szitukat. Uh-huh. Tudom azt, hogy más, teljesen más vérmérsékletű, és ez totál félre lehet érteni. De engem is fel lehet idegesíteni, most valaki kérsz, hogy engem fel lehet. Ne hülyéskedjetek már. Hogy ne lehet a fejlegesíteni? Nagyon, nagyon. Max lehet, hogy nem látszik rajtam annyira, de... Egy darabig. Egy darabig. Aztán igen. Egy darabig nem látszik rajta, igen, de igen. Igen. Jani tovább írja egyébként. Én tovább bírom, aztán tovább vagyok ideges lehet. Igen. Hogyha általánosságban vagytok kíváncsiak rá, mert nyilván azért mit tudom én, direkt felbaszni valakit annyira, mondjuk livestreamben, azt szerintem csúnya dolog nagyon. De kompetitív játékok például azért ugye elkezdik karcolgatni alá néha. Ezt akartam mondani, hogy az idegesen még nem láttam Janit, hát mert nem néztem még Chase streamet. Az, hogy nem nézel a Chase streameket. Majd ma este nézd be, Aquila, és akkor rájössz. Kukancs be! Mert azért én... Jó, mondjuk az egy másfajta idegesség, tehát hogy... Na jó, csak... De az tény, az is az. Na jó, csak, hát az, az na jó, csak azt mondod, hogy tudod, hogy azt mondja, hogy még nem látott mérgesen, dehogy de, hát csak nem vetted észre. Igen, valószínűleg tartom Zalaun, hogy én alapból így kicsit ilyen hevesebb vérmérsékletű vagyok, és ezért tűnik úgy. Ez is például tök érdekes. Eltelt bazd meg ennyi év, tudod, itt a csatornán. És biztosan tudjátok, hogy hány ember van, aki a műsorainkat így teljesen félreértelmezi. De most nem csak a happy hour-ökről beszélek, hanem a régi gameplay videókról is, meg mindenről. Hogy igen. Tudod, állandóan azt érzékelik, tudod, hogy én szándékosan, tudod, nyomlak le téged. Tudod, ja, ez annyiszor feljön témába, igen. Tudod. Meg hogy így, meg úgy. És tudod, így kezdik a Social Justice Warrior-t, mikor egyáltalán nem erről van szó, egyszerűen más vérmérsékletűek vagyunk, ugyanabban a szituációban. Igen. Hogy mit tudom, hogy egy ilyen kompetitív játék van, vagy egy rage game, vagy egy meme videó, tök mindegy, miről van, vagy egy happy hour, és szerintem ez az, amit teljesen félreértelmeznek az emberek, tudod, ilyenkor, mert igazából ugyanarra a szituációra reagálunk, csak máshogy. Sok esetben. És mondjuk én azt értem, hogy ezt meséltem már egyszer nektek, és ez tök érdekes, mert mondom, az önismeret, az egy nagyon fontos dolog, erről milliót beszéltem már nektek, csak ugye abban is voltak gondok, de most nem ez a lényeg. Voltak ilyen mélypontjaim az interneten, amikor én is úgy éreztem, hogy ágeci, hogy tudjátok, vannak hullámok, nem lehet mindig bírni. Uh-huh. És beszélgetem a barátaimmal, akik már elviselnek olyan régóta, hogy szörnyű, és tudod, kérdeztem tőlük, hogy mondom, figyelj már, mondom, és komolyan? Tehát mondom, hogy én így hétvek a neten, így elmondom a hülyeségeimet, játszok videójátékokkal, és inkább ennyi. Hogy mondom, ennyire megosztó lennék? És tudod, amikor így asztalnál ülsz, és mindenki így ül, hogy mi? Én meg így ülök, hogy na most mi van? Hogy igen. És tudod, így ül mindenki, hogy igen. Azt, hogy komolyan? És tudod, hogy senki nem mond semmit. És így kérdezni, de miért? Ez és akkor egy ember így kihajol, hogy hát például elég hangos vagy. És így, jó, igen. Meg úgy elég heves is. Jó, igen, igen. Jó, értem. Nem, ez fontos az, hogy olyan ember, akiknek adsz a véleményére, megkérdez tőlük, hogy mi van. És ezek lépések afelé, hogy megismerd magad, ami mit jelent, javítanod kell ezen. Akkor kell javítanod, hogyha nem szereted ezt a fajta viselkedést. Igen. De nem abba segít, hanem abba segít, hogy amikor valaki azt írja mondjuk, hogy dükkezelési problémád van, akkor attól függetlenül, hogy megpróbálsz perdíteni egyet így a műsor miatt rajta, hogy mondjuk lehessen róla még 20 percet beszélni, érted, miért mondja? Ebben segít, hogy nem felbaszod magad rajta, hogy most megint mit kell baszogatni, hanem így érted, miért mondja? Mert igen. Ja, amúgy kurva megosztó. Én tudom, hogy én az vagyok. Hát fel kell ismerni magadban. Igen, igen, mert akkor megérted, hogy miért jobb. Vagy az. Ja, abszolút. Mert amúgy meg nagyon frusztrál, hogy nem érted, hogy mi van. Abszolút. Igen. És ehhez kell egyébként ez a dolog, szerintem. És szerintem ez más embereknek is fontos lehet. Mint egy ilyen, nem azt mondom inkább, hogy módszer, csak hogy így, hogyha valami gond van, vagy úgy érzed, hogy mondjuk mit tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy fasz vagy, akkor lehet. Ezt már mondtam sokszor. Uh-huh. Igen? És pont a te példád miatt mondanám azt, hogy egyébként nagyon sok ember észre se veszi ezt, hogy amúgy vele van a gigszer, hanem kell neki egy külső input, úgymond egy külső tanács, aki mondja, hogy fiam, amúgy nálad van a baj, mert te kurod fel az egyed mindig apróságokon. Uh-huh. Vagy nálad van a baj, mert te nem tudod kezelni azt meg azt a helyzetet. Így van, ez nagyon sok embernek nincs meg, hogy amúgy
hogy nála hogy van a baj. Így van. Ebbe teljesen igazad van. Mondom, idén ezt mindig elmondom, csak hogy legyen azonnak is, akik most csatlakoztak be először. Az idei happy hour-öknek a 90%-ában azon próbálkozom, hogy arról beszélgessünk, hogy miért utálják ennyire egymást az emberek. És ez egy nagyon fontos dolog. Igen. Tehát, hogyha 10 emberben a 9 szerint egy fasz vagy, akkor az vagy. Igen. Tehát ez ilyen. És ezt igen. meg kell érteni, és nem kell amiatt tudod elvonulni a világ elől. Csak meg kell érteni, hogyha valaki úgy reagál, akkor azért reagál, úgy mert hát... Érted? És így ennyi. Szerintem ez tök igaz egyébként. És hogy legyen teljes a kör, azért áruljuk el, hogy Bazsin nagyon fel tudja baszni magát szintén. Igen. Hát dehogy. Itt van Ágoston írja nekünk, hogy én Redditen olvastam, hogy Pisti terrorizálja Janit, és utálja fahéjat. Mi van? Sőt, néha kiabál is vele, mert egy agresszív állat. Na, tehát fahéj? Ezeket... De hogy tudod, hogy ilyeneket olvasnak rólam, és tudod, hogy ülsz, és így, de hogy így, miből, tehát, hogy nem áll. De miért kell ilyen pletykákat terjeszteni? Nem értem. Tudom, mert élvezetes egyébként. Lehet. Figyeljetek, ezek olyanok, mint a régen, ezek a fanfictionok. Olyanok. De amik undorítóak olyan, voltak. De vannak olyan emberek, mint? Akik azt élvezik, ha lepisilik őket. Tudom. Szóval most mit csodálkozol? Meg ez a Reddit. Azért várjál. Ó, Istenem. De értitek, hogy miről van szó. De nem ez a lényeg, hogy rólunk miket beszélnek, mert ez durva. De hogy fahét is belekeverik. Azért ez tény, hogy tudni kell. Azért ez már egy másik szint. Az tény, hogy tudni kell, hogy milyen az ember. És csak azért meséltem el ezt a saját élményt, mert nektek is lehet élményetek. És igazából ez nem a világ vége. De az tény, amit Balázs mondott, hogy sokan nem, tehát sokan azért gondolják a világról, hogy egy pokoli hely. Mert nem értik meg, hogy az egyenletnek ők is részei. Ez nem mindenkire vonatkozik. De amúgy el kell gondolkozni ezen. De mindig el kell gondolkozni azon, hogyha... Hogy miért látod olyannak a világot, amilyen. Igen, amúgy. Mert igen. Hogy a világ is pont lát téged, és reagál rá. És hogy miért, nem csak az, hogy miért látod a világot, amilyennek, hanem hogy lehet, hogy miattad olyan a világ, amilyen, mert hogy te olyan mert vagy. Te úgy, legalábbis mert a sajátod azért. Igen. Nem, de ez sajnos ilyen. És mondom még egyszer, ezt felismerni nem mindig olyan eredményre vezet, hogy most úristen, akkor megváltozik az életed, változik egy faszt. De sokkal kiegyensúlyozottabb tud lenni az ember, ha érti, hogy miért nem szeretik. Én legalábbis így vagyok vele. Igen. Hogy sokkal könnyebb elfogadjam azt, hogy miért nem szeretik. Sokkal kiegyensúlyozottabb környezetbe tudsz kerülni, hogyha ha megvan mondva az, hogyha valami nem jó. Hát most nézd Balázs, hogyha fel tudod fogni azt, hogy mondjuk van olyan tulajdonságot, amit vannak olyan emberek, akik nem képesek elviselni, akkor azokat a társaságokat kerülöd. Így van. Annyi. De, mert azzal nem tudsz mit csinálni. Igen. Vagy ha muszáj ott lenni, akkor így nem mondasz semmit. De. Nem tudom. Igen. Szerinted jobb nem tudni? Szerintem ez nem igaz. Szerintem jobb. Szerintem ez nem igaz. Mert akkor tudsz úgy élni, igen. Hogy... Erről mi a véleményetek, tudsz... kedves nézők? Csak magadnak kérdezni. Tudsz ellene tenni. Eleve. De akkor úgy éred le az életed, hogy teszel, hogy tudod, hogy valami nem jó, és küzdened kell ellene. Ha meg nem tudsz róla, akkor meg boldog tudatlanságban vagy. Hát boldog? De nem persze, mert nem tudsz róla, az. Hogy baj van. Csak, csak mindenki hülye. Hát, az ő bajuk. Az ő bajuk. Hát, szerintem jobb tudni. Nyilván jobb tudni, csak én most próbálom a kommentelő szemszögéből nézni. És a legjobb, hogyha tudod magadról, hogy milyen vagy, és hogy miért nem szeretnek az emberek, és elmész egy olyan társaságba, és azon röhögsz, hogy idegesíted az embereket. Igen. Azzal, hogy olyan vagy. Az a legnagyobb troll amúgy a világon. Igen. Csak azért igen. Is. Igen. Szerintem jobb tudni ezt a dolgot. Szerintem nincs annyi időnk itt ezen a földön, hogy megengedjük azt a luxus szerintem, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon sok idő után jöjjünk rá arra, hogy miért nem olyannak voltak a dolgok, amilyenek. Szerintem érdemes tudni ezeket. Igen. Az meg egy másik dolog, hogy sokan félnek a következményektől. Ez a boldog tudatlanság, meg ilyenek. Mert mi van akkor, hogyha valakit, ha megkérdezel egy hozzád közel álló embert, hogy kurva idegesítő vagy-e, és azt mondja, igen. Akkor mi van? Azért, Pisti, mert... Mindhárman mondhatni, egy erős karakterek vagyunk, erős személyiségek vagyunk. Tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan emberek, akiknek azt mondod, hogy engem kúrára irítál a hangod, bazd meg. Igen. És azon ő hetekig, hónapokig fog forogni, hogy de hogy miért? Igen. Ő nem tud, nem állja úgy a kritikát. Nem pereg le róla, hanem sokkal mélyebb sebet okoz aha, neki. Értem, egy felületes dolog is. Szóval Evi azt írja, hogy őt megnyomorítja lelkileg, mikor kiderül, hogy valaki miért nem kedveli. Igen, tudom. Csak hát valakit megérint ez nagyon. Tudom, igen. Hogy megérint. Igen. Értem. Értem azt is, amit te mondtál, Balázs. Itt csak annyi a baj, hogy megértem, hogy valaki érzékeny erre. Nyilván én nem tudom ebbe beleképzelni magam, de az a baj, hogy egy olyan dolognak a mienségéről beszélgetünk, ami egy fix valami. Hogy az emberek végtelenül sokfélék.
és nem tud mindenki kedvelni. Igen. Tehát, hogy ez de... nem egy olyan dolog. Tehát, tudod, de úgy tudsz tenni, hogy nem szúr az ülés. Igen. De szúr. Igen, szúr. De pont ezért mondanám, hogy Evinek nagyon igaza van, mert ugye te úgy ismerkedsz meg minden emberre, hogy valószínűleg kedvelni fognak. Mert miért ne kedvelnének? Hát az összes ismerősöm kedvel. Jó, így mondod, aha. Igen. Tehát, hogy mindenki az úgy állsz hozzá, hogy még egy plusz ismerős, még egy plusz barát, vagy akárki, igen. Hívhatod akárhogy, de hogy sose úgy mész bele egy kapcsolatba, hogy ő utáni fog, vagy nem fog kedvelni. Jó, persze, persze. És úgy mindig meglepődsz rajta, hogy az meg van ilyen, hogy nem. Uh-huh. Hát szerintem ez főleg abban a korban nagyon-nagyon nehéz, tudod. Szerintem ez mindenkinek más korban ez a korszaka, vagy máshova tehető ez a korszaka, de abban az időszakában az embernek, amikor úgy érzed, tudod, hogy mindenkinek meg kell felelj, te kell legyél, mindenkivel jobba kell lenni, meg stb. Az a baj, hogy eltelik az idő, és rájössz arra, hogy amúgy kapacitásod sincs erre. Hogy mindenkivel fenntarts egy pozitív kapcsolatot, meg nem is lehet. Igen. Mert abban biztos ki lehet készülni. Hogyha tényleg azt mondod, hogy én egy olyan ember vagyok, aki, mit tudom én, végtelenül szórakoztató, mindig vicces, meg hasonlók, hát ilyen emberekről nagyon, van, hogy sok idő után derül ki, hogy amúgy sosem voltak viccesek, csak egyszer anya azt mondta. Vagy kínjukba nevettek az emberek a viccein. Ja. Igen. Nyilván azokról az emberekről beszélünk, akiket érdekli, mit gondolnak róluk. Akiket nem érdekel, az egy másik téma. Jó, igen. Hát az... És lehet, hogy annak az embernek te vagy túl sok, mert ő nem olyan hullámon rezeg, mint te. Így van, Mosomaci. Ez az a sokféleség ennek a kurva világnak, amit el kell fogadni. Hogy lehet... Tehát, és, igen, bocsánat, ezt nem érintettük, és tök jó, hogy írtad. Tehát, hogy azért nem kell ez, azért nem a világ vége ez, mert simán lehet, hogy, nem, hogy tudod, találkozik egy nagyon intenzív ember, egy nagyon érzékeny emberrel. És az, hogy őt idegesíted, az nem azt jelenti, hogy mindenkit a világon. Ezért nem kell belehalni ebbe. Persze. A dologba, hanem meg kell érteni, hogy túlságosan sokféle variációban tudunk kapcsolatba lépni egymással, mi mint emberek, és nem létezik az, hogy jó, hogy látlak. Milyen kedves ez a fiú. Milyenek? Hát faszt. De azt így, hogy az internet ezen sokat nem segített. Érted? Mert most egyszerűen az van, hogy egy kicsit hevesebben szoktad magyarázni, hogy mit tudom én, miért jobb a Star Trek, mint a Star Wars, és akkor azt hiszed, hogy kutyákkal ordibálsz. Vagy más azt hiszi, bocsánat. Szóval, ja, az internet nem segített sokat. Nem. Maradjunk ennyiben. Most vettem észre a pólódat, Bazsi tényleg menő. Csak annyian írták, mondom, mi történt Bazsinek a pólójával? Apák napjai póló. Ez a Daddy Shark. Így van, köszönöm szépen. Neked is jönni, meg mindenkinek egy csetlen írta. Azóta meghallgattad, ő már rájöttél, hogy tudom, hogy melyik ez a szám, igen, sajnos. Jó. Sajnos. Teljesen más téma, zárásnak, mint a panda. Igen. Komolyan nyílik Budapesten a Parkside Outlet? Jaj, erről olvastam. Hogy mi? Igen. Ne basztatok már ki velem. Igen. Lesz Parkside Bolt. Rendes outlet. Outlet. Amikor az igény... Mert annyira magas az igény. Amikor az igény entitásokat teremt. Lélegző lényeket. Na ez a nem mindegy. Wow. Premier outlet. Nyugi, ez nem reklám. Az igen. Hogy kéne feleségemnek... Csütörtökön vázolni, hogy most már havonta fel kell menjünk Pestre. És akkor itt olyan cuccokat lehet kapni, amik nincsenek állandóan. Gondolom. Persze. Persze, amiről lemaradtál. Hát igazából... Semmi sincs állandóan, hanem mindig forgálatban. Forog, igen. Faterom már ott van sátorra. Na, nem, csak viccelek. Nem tudom, azt nem gondoltam, hogy ilyen lehetséges. De ez tényleg meglepő számomra, hogy ekkora kereslet van rá, mert nem tudom, tavaly előtt még arról volt szó, hogy meg fogják szüntetni ezeket a sorokat, mert hogy nem annyira mennek. A párcáj? Komolyan. Aha, igen. Voltak ilyen hírek. Hogy? Ha mindenki megvásárolt mindent? Nem, hanem egyszerűen gondolom a gazdaság olyan állapotban volt. Lehet, hogy ez a de Covid az, alatt lehet, volt. Nem megy, amikor hajnali 6-kor állnak sorba az emberek az új cuccokért? Én se értem. Én nem is értem. Hát azért nem megy, mert nincs. Mert nincs megveszik elég. Hajnalban az emberek. Nincs nem elég. Is értem. Szerintem ez megy. Szerintem menni. Is. Amúgy szerintem ez jó is lesz ez a bolt, ez működni fog. Lehet, hogy megéljük azt, hogy Debrecenben hamarabb lesz Parkside Outlet, mint IKEA. Igen. Bár az igazság, hogy Debrecenben ilyen székfoglalás miatt nincsen. Igen. IKEA. Igen, azt tudjuk. De hát ez van. Sajnos. Délután 4 óra hosszán keresztül fog szerencsétlenkedni egyébként. Ritka az ilyen stream. Próbálkozni. Ritka az ilyen stream. Ami tényleg... Figyeljetek, itt egy téma lesz,
ez a mai délutáni stream, ez egy témára épül. De fura, ilyen helyzetbe kerül az ember. Volt már ilyen, nem azt mondom, hogy nem. Igen. De... Főcsöket. Ugyanazt a néhány métert fogod megtenni a kapuig, és onnan harc. Igen, fura lesz nagyon. De hát... Ez egy grind. Ráérünk, majd beszélgetünk. Hát ilyen, igen. Gyakorlatilag azért így az elmúlt egy-két hétben lehetett ezt látni így a Twitch-en, hogy így itt ezen a ponton sok mindenki sokáig szórakozott. Igen. Meglátjuk, hogy megy. Ebből a tekintetben jó lesz, hogy most már nem daraboljuk a vodokat. Igen. Egy nagy fight lesz az a vod. Egy nagy fight lesz. Ugye ez lesz a délutáni program. Este meg még jössz. Így van. Este meg még nem lehetetek még idegesen jönni, nézzetek meg. Egy kis toxic. Toxic csé. Próbálkozik a csével, hát hogyha most már tud kezdeni játszani vele. Igen. Így van. Köszi szépen a mai figyelmet. Mindenkinek szép napot. Sziasztok. Szevasztok. Sziasztok.